Köszöntöm nézőinket! Önök a Moson-Magyaróvári Városi Televízió híradóját látják 2013. október 10-én, csütörtökön 19 órakor. Híreink először röviden. Egészséghíd Moson-Magyaróváron. Sétával a merrák ellen. Beindult a fűtés szezon. Hasznos tanácsok a veszélyek elkerüléséhez. Lapozgassunk kedvünkre. Információk a legfrissebb számból. Ma délután tartották a Moson-Magyaróvári nagytérségi települési szilárd hulladék gazdálkodási rendszer fejlesztése című projektzáró rendezvényt. A vendégek végigjárhatták a János Somorjai Regionális Hulladékkezelő Központot, és részletes beszámolót kaptak a működéséről is. A projekt közel 4 milliárd forintból valósult meg, így az érintett 71 tagönkormányzatnak csak minimális önrészt kellett biztosítani a beruházás megvalósításához. A központban két új üzemcsarnok épült. A korszerű hulladékgazdálkodási rendszer egyes elemei, mint például a házi komposztáló edények kiosztása vagy az új közterületi szelektív hulladékgyűjtés már működnek. A további részeit hamarosan bevezetik. Rózsaszín lufikkal, fúvós zenére vonultak a Moson-Magyaróvári hölgyek, valamint azok a szimpatizánsok, akik szerették volna felhívni a figyelmet a merrák elleni harcra. Az immár évek óta megszervezett rendezvényen résztvevő több mint 200 sétáló a kulturális központba érkezett, ahol a Gazdász Néptánc Együttes tagjai szórakoztatták őket. Természetesen nem maradt el a lufi keregetése sem. Mindenkit arra kérek, hogy legalább évente egyszer menjen el mammográfiára, szűrésre, mert akkor van esélye a gyógyulásra, ha kiszűrik akkor is. Úgyhogy nálom is hasonló eset volt, minden évben szűrésre mentem, és orvosok szerint hiszek bennük, hogy időbe talán még segítettek rajtam. Nálunk is a családban van érintett, tehát aki mellrákba szenvedett, és talán most már ki is gyógyult, és elhoztuk a gyerekeket pont azért, hogy ők is nagyjából tudják, hogy miről szól ez a kampány. A résztvevők tehát tudatosan vesznek részt az egészségügy sétáján. Idén több mint 200-an gyalogoltak el a Magyaróvári belvárosból a városközpontba, hogy felhívják a figyelmet a mellrák szűrés fontosságára. 3 évvel ezelőtt volt a budapesti hitséta 10 éves, és ekkor pattant ki a mi fejünkből az az ötlet, hogy csatlakozzunk ehhez a hitsétához. Az elsőnél izgultunk nagyon, de úgy érezzük, hogy sikeres volt. Ez az egészséghídja a mellrák elleni kampány, hogy hát felhívja a hölgyek figyelmét, hogy azért egy évben egyszer menjenek el oda a szűrésre. A rendezvény védnökének 3 évvel ezelőtt az akkori jegyzőt, Németh Andreát kérték fel a szervezők. Ő azóta a megyei kormányhivatalnál dolgozik, mégis fontosnak tartja, hogy évről évre részt vegyen a figyelemfelkeltő sétán. Ez ugyan a ránk kivetítve, ugye mi elsősorban a merrákkal kapcsolatos dolgokra emlékezünk meg, de én azt gondolom, hogy rendkívül fontos, mert felhívja a figyelmet úgy globálisan egyáltalán a megelőzésre, a helyes életmódra, arra, hogy egy kicsit mozogjunk, és azért is várom én ezt a rendezvényt egy kicsit, mert rengeteg feszültségben élünk, én azt gondolom, rengeteg problémával. Ilyenkor egy kicsit megállunk, egy kicsit egymásra figyelünk. Ugye ha sok gondtól, bajtól a lelkünk megbetegszik, akkor megbetegszik a testünk is, és tényleg ilyenkor, hogyha egy kicsit többet odafigyelünk egymásra, megállunk, megpihenünk egy kicsit, akkor talán ezzel is teszünk valamit annak érdekében, hogy megelőzzük, hogy ez a csúnya betegség kialakuljon. A sétálók rózsaszín szallagot tűztek kabátjukra, és az útmenti két lajtahidat is rózsaszínbe öltöztették. A menet élén a Mofén fúvós zenekar halad, zenei kíséretet biztosítva. A kulturális központ előtt pedig felengedték a rózsaszín lufikat, majd a művelődési ház aulájában a Gazdász Néptánc Együttes adott műsort. Az ősz beköszöntével egyre több ház kéménye füstölög. Számos dologra oda kell figyelni azonban a fűtésnél. A szénmonoxid mérgezés egyre gyakoribb napjainkban, és ha az ember nem elővigyázatos, akkor a tűznél hagyott újság is balesetet okozhat. Megérkezett az ősz, és ugyan a héten még meleg volt az idő, azért lassan már mindenki befűti otthonát. A fűtés azonban veszélyes is lehet, ha az ember nem figyel oda. A fűtőeszközöket és a füstelvezetőket mindenképpen még a szezon előtt fontos ellenőriztetni, hívta fel a figyelmet Szilágyi János tűzoltó alezredes. Ezek nagyon-nagyon sok bajt előzhetnek meg, hiszen mind a fűtőberendezés, mind pedig a füstelvezetés kapcsán nagyon sok
probléma adódhat, akár tűz, vagy akár személyi sérüléssel járó baleset is, hiszen a nem megfelelő füstevezetők kapcsán visszaáramlik az égéstermék a lakótérben, és akár szénmonoxid mérgezés, vagy valamilyen füstmérgezéshez vezethető vissza ez a probléma. A kirendeltségvezető hozzátette, az sem mindegy, hogy milyen minőségű a fűtéshez használt éghető anyag. Agyestezésű berendezésekben nagyon sokan a nyáron felhalmozódott szemetet próbálják elégetni, ezzel mind azt veszélyeztetik, hogy a kéményben a lerakódott korom kátrány megnövekszik, és már mindjárt az év elején sikerül nekik el is tömíteni a felülvizsgált, kitisztított kéményüket, hogy nagyon javaslom azt is, hogy megfelelő fűtő anyaggal tegyék meg ezt a fűtési szezonban. A tűzoltókat gyakran hívják ki olyan esetekhez, amikor nem tartottak megfelelő távolságot az éghető anyag és a kazán között. Újságot, fát vagy bármilyen gyúlékony tárgyat minimum 1 méterre kell tárolni a kazántól. A szénmonoxid mérgezés is elkerülhető nagyobb odafigyeléssel vagy jelzőberendezés beszerzésével. Rettentő alattomos gáz, a levegőnél könnyebb, sokkal jobban ragaszkodik az oxigén szállító molekulához, mint maga az oxigén, ebből is adódnak a problémák. A tünetei azok lüktető halántéktáj fejfájás, szédülés, hányinger, hányás, végtaggyengeség és hát a végén a légzési leállás. Azoknak az embereknek, akik szív- vagy tüdőbetegségben már szenvednek, a mérgezés sokkal kockázatosabb. Már az elején társulhat hozzá mellkasi fájdalom vagy szorítás. Ha ilyesmit tapasztalunk, és nyilván birtokunkban van olyan készülék, ami a szénmonoxid mérgezés lehetőségét magába rejti, akkor mindenféleképpen segítségre szorul az ember, a gáztérben mindenféleképpen ki kell jutni, vagy ki kell őt menteni. Érdemes még itt arra gondolni, hogy ha több ember ugyanazon a helyen egyforma panaszokkal jelentkezik, és nehogy Isten ezekkel a panaszokkal, amit ugye mondtam, hogy fejfájása van, szédülés, hányinger, esetlegesen cseresznyepiros lesz a bőre, ami így félrevezető lehet, holott ő fuldoklik ez az ember. Ebben az esetben azonnal értesíteni kell a mentőket és a tűzoltókat, hiszen az ember élete veszélyben lehet. Ha tehát bárki az említett tüneteket tapasztalja, azonnal hagyja el a légteret és hívja a mentőket a 104-es, a tűzoltókat pedig a 105-ös telefonszámon. Szerencsére az időjárás még engedi, hogy a természetben töltsük szabadidőnket, de akkor sem kell csüggedni, ha éppen esik az eső. Számos program közül választhatunk magunknak a következő 2 hétben is. Hamarosan teljes hosszában hajózhatóvá válik a Malomági Lajta. A műszaki átadás már megtörtént, október 19-én pedig túrával egybekötött ünnepélyes megnyitó lesz, amelyre várják az evezni vágyókat. Jubileumra emlékezett Beregszász, Moson-Magyaróvár testvérvárosa nemrég ünnepelte történelmi fennállásának 950. évfordulóját. A kezdetekről és a jeles alkalomról a Közéleti Rovat első cikke számol be. Közvetlenül alatta pedig a szeptemberi lakossági fórumról olvashatnak, amelyet Harach Péter, a KDNP frakció vezetője tartott Nagy István országgyűlési képviselővel. A téma pedig a jelen politikai közbeszéd egyik központi kérdése, a rezsicsökkentés volt. Felvidéki énekesek szórakoztatták idén az idősek világnapján a városi és a térségi nyugdíjasokat. A műsor előtt a városvezető köszöntötte a szépkorúakat, a polgármester beszédét a 3. oldalon idézhetik vissza. A helyi önkormányzat pályázatot adott be, amelynek eredményeképp megépült az MTE 1904 által használt területen az az új műfüves pálya, amelyet a múlt héten adtak át ünnepélyes szallagátvágással egybekötve, részletek a 4. oldalon. Bödöcs Tibor érkezik városunkba, jótékonysági koncertet hirdet a Rotary Klub, mozi és kiállítások. Ízlésének megfelelően választhat magának mindenki a programajánlóból. Sokaknak ismerős lehet Varga János, a Moson-Magyaróvári utcazenész. A 8. oldalon életéről mesél, arról, hogy miért kezdett bele a zenélésbe, sőt azt is elárulja, hogy a magyar közönségnek szeret a leginkább játszani. A legjobb egy mosollyal kezdeni a napot. A színes hírek között segítségünkre vannak ebben a legapróbb polgártársaink. 11 újszülött csalmosolyt az arcunkra a 13. oldalon. Ahogyan azt már megszokhatták, utolsó sorai között az elmúlt időszak sporteseményeiről számol be a Moson-Vár megye. Ez alkalommal a Futura MTE 1904 Budaörs mérkőzésének részleteit olvashatják. A 2 gólos hazai vereség pillanatait a 15. oldalon találják. Kedves nézőink, Önök a híradót látták. A ma esti hírháttér vendége Venesz Jánosné, a Nők a Városért Egyesület elnöke, akivel az egészséghídról beszélgetünk. Majd pedig nemzetiségi magazinunkat láthatják. Keressék híreinket a Facebookon is.
Friss híradással legközelebb október 11-én, pénteken este 7 órakor jelentkezünk. Viszontlátásra!